Üdvözlöm Önöket! Fornosi D. Júlia vagyok. Ma az Arcképmásnak egy rendhagyó műsorát láthatják, hiszen Szatmárcsekén vagyunk. Itt található az Európa szerte egyedülálló csónakos fejfatemető. Ugyanilyen egyedülálló Korpás István fejfafaragó művész is, aki 50 éve műveli ezt a mesterséget. Ma hozzá látogattunk el. Tartsanak velünk, nagyon izgalmas lesz. Tessék egy picit mesélni nekem a gyerekkorról. Törzsgyökeres Szatmárcsekei István bácsi? Itt születtem Szatmárcsekein 1948. február 13-án szegény paraszti családba. Apám földműves volt, anyám háztartásbeli. Négyen voltunk testvérek, sajnos most már csak hárman élünk belőle. Öcsém tavaly halt meg. A gyerekkoromat itt töltöttem Szatmárcsekein, itt jártam általános iskolába. Nagyon jó tanítóim voltak, az első tanítónénim tavaly halt meg 96 éves korában. Én csináltam neki a fejfáját, és az általános iskola elvégzése után kerültem el Miskolc Diósgyőrbe ács tanulónak. De hogy jött az ács szakma? Hát, gyerekkorban már elkezdett vonzódni hozzá? Gyerekkoromban is mindig csodáltam az ácsokat, és hogyha elvesztem esetleg otthonról, akkor mindig ott találtak meg, ahol az ácsok dolgoztak. Tehát mi a legszebb az ács munkájában? Az, hogyha az ember megcsinál egy szép tetőt, és utána az nem is ázik be, betölti a funkcióját, és mikor körbenéz az ember, azt mondja, hogy ezt is én csináltam, azt is én csináltam. Tehát szerintem az a legszebb a szakmában, hogy maradandót tud alkotni benne az ember. Akkoriban még elég erőteljes volt a katonaság is, és úgy tudom, hogy István bácsi a katonaságot is nagyon élvezte, vagy egy szép feladatot kapott a katonaságban. 18 éves, alig múltam el, mert ugye februárban töltöttem a 18-at, novemberben vonultam, november 24-én Budapestre, a Petőfi laktanyába a díszszázadhoz. Ugye a díszszázadról annyit kell tudni, hogy a díszszázad fogadja azokat az államférfiakat, akik Magyarországra látogatnak, és akkor azokkal elmegy koszorúzni a Hősök emlékművét, de nagyon kemény dolog a díszszázad, mert ott mindenkinek egyszer kell mozdulni, egyszer kell mindent csinálni, tehát ott nem lehet kilógni a sorból. Tehát, és én november 24-én vonultam be, de január 19-én már a parlament előtt diszelektünk, akkor fogadtuk az akkori török nagykövetet. 67. augusztus 14-én fogadtuk Berzsevet. Úgyhogy még ez is benne volt a történetben. Kemény dolog volt, de én szerettem ott lenni. Most nagy dilemma, ugye, hogy mennyire fegyelmezzük a gyereket, vagy mennyire rakjuk keretek közé, vagy a nagy szabadságot mennyire lehet nekik megadni. És István bácsi ezt hogy látja? Hogy mi használ az embernek leginkább? Minket a szüleink sose bántottak. Tehát sose volt, hogy most kaptunk egy atyai pofont, vagy valamit. Nem. Mindig. Tehát ők jó szóval, meg példamutatással jártak elő. És mi is úgy neveltük a gyerekeinket, hogy nem bántottuk őket soha. Most az a probléma, hogy nincs ideje a szülőknek a gyerekeikkel leülni, beszélgetni. Mert hogyha lenne idő, sok mindent meg lehetne beszélni, sok minden problémát el lehetne kerülni. De ilyen most nincs. És akkor ács lett István bácsi, és el is kezdett dolgozni, akkor haza is jött rögtön Szatmárcsekére. Mikor leszereltem, akkor szólt a TSZ-elnök, akkor itt TSZ-elnök, hogy alakítunk Szatmárcsekében egy építőbrigádot, ácsok, könyvesek, villanyszerelék, vízvezetékszerelék, és hogy ne bejönnék haza dolgozni. Hazajöttem, ugye utána jött a 70-es árvíz. Azt tudni kell, hogy a Szamos akkor elöntötte még a tiszamenti településeket is, mert Kisor nagyon a tiszamenti település, de a Szamos öntötte el. És akkor minket a szó szerint bedobtak a mélyvízbe.
fiatal szakembereket, és azt mondom, akkor tanultuk meg a szakmát. Nekem volt egy 4 fős brigádom, és 4-en június közepétől december 24-ig 28 lakástetőt csináltunk. De azt tudni kell hozzá, akkor még a lakásokat mindet kis palával fettük. Tehát minden palát meg kellett szegélni, tehát akkor sokkal munkaigényesebb volt. És én azt mondom, akkor tanultuk meg a szakmát. És akkor hogy jött a fejfafaragás? Tulajdonképpen a fejfafaragás az véletlenek összejátszása volt, mert ugye egy pártrendszer volt, a Kádár-rendszer. Hát itt a faluban is volt 2 19-es veterán, aki akkor 19-ben a falunak a vezetője volt. Aztán aki készítette a fejfát, az egyiket megcsinálta, mert az 51. évforduló alatt csináltatott a tanács, akkori tanács 2 fejfát a veteránoknak. És ugye november 7-én akkor ünnepélyes avatás volt, de az öreg az egyiket megcsinálta, beteg lett. Jött a TSZ-nek, azt mondja, Pista, gyere be, baj van. Mi a baj? Azt mondja, meg kéne csinálni a fejfát, mert holnap, hogyha nem lesz kész, azt mondja, akkor pártbizottság előtt le fogunk beügni. Hát mondom, én nem csináltam sose, azt mondja, hogy gyere, próbáld meg. Bejöttem, lementem a temetőbe, lehozottam egy pár fejfát, végül is megcsináltam, úgyhogy így maradt rám a fejfafaragás. De tulajdonképpen nem bántam meg, mert hát ezt is meg kell csinálni valakinek. Mert hogyha úgy fogom fel, hogy most a legjobb barátomnak, édesapámnak, édesanyámnak, nagymamámnak, nagyapámnak készítem a fejfát, akkor nem tudom megcsinálni. Tehát akkor azt csak munkának szabad felfogni. Jó, nem azt mondom, mert a szüleimnek, meg testvéremnek sokkal nehezebb volt megcsinálni, de megcsináltam, azt is megcsináltam. És van még egy érdekes dolog benne, hogyha én leülök fejfát írni, ha mellettem 100-an beszélgetnek, én a 100 ember szavából semmit nem hallok. Mert ott nem lehet hibázni. Mert ha hibázok, azt nem lehet kiladírozni, azt úgy kell megírni, ahogy az a szövegben benne van. Tehát ez teljesen az embernek oda kell koncentrálni, hogy csak ezt csinálom. Olyan érdekes, hogy azt mondja, hogy munkának kell felfogni. Én meg valahogy azt látom, hogy utolsó emlékét az embernek, ami megmarad, ami olyan láthat, ahova gyakorta kimegy majd az ember és látja, az a Pista bácsi keze munkája lesz. Hát tehát, hogy ez egy olyan felelősség is, meg egy olyan misztikusan szép dolog szerintem. Hát ez biztos, hogy van benne ilyen is, és nem túlzás azt mondani, hogy minden nap lemegyek a temetőbe, mert olyan nap nincs, hogy ne mennék le. Egy az a szüleim sírjához, az öcseim sírjához, meg hát nagyon sok ismerősöm van a temetőbe, akinek én írtam a fejfáját. A feleségem is mindig mondja, hogy hogy lehet ennyi évszámot is megjegyezni, meg az, hogy emlékezni, hogy milyen idő volt akkor, amikor csináltad a fejfát. Nem tudom. Hál' Istennek a Jóisten olyan adottságokkal áldott meg, hogy tehát ezeket nem felejtem el, sőt, mondok egy másikat. Van egy fejfa, egy adott fejfa, adnak egy szöveget, és soha nem számolom ki, hogy hány sort kell húzni. Tehát előre nem számolom ki, hanem már benne van a fejembe, hogy most kisebb sor közt hagyjak, vagy nagyobb sor közt hagyjak, és mindig kijön. Tehát olyan nem volt még, hogy nem jött ki. Közel 50 év alatt, mert ugye november 6-án 50 év lesz, hogy készítettem az elsőt, annyira beleimivódott, hogy most már nem kell számolgatnom, hogy most ez kifér vagy nem fér ki, de ez első percig kezdve így volt. És a szöveget egyébként ki írja meg? A szöveget, nekem van egy füzetem, 180 sírverset tartalmaz. Én ezt gyűjtögettem újságból, temetőkből, tehát nagyon sok helyről, és
oda szoktam adni a füzetet a hozzátartozónak, akkor kiválasszák, akkor megbeszéljük. Nézzük meg akkor, hogy hogyan is készül egy fejfa, ha már ennyit beszéltünk róla. Ja, menjünk lejjebb akkor. És akkor ez az 50 évvel ezelőtt kapott szerszám? Igen, ezt a Barátfeli bácsitól kaptam 50 évvel ezelőtt. Ő volt előttem a fejfa faragó, és mikor én megcsináltam az első fejfámat, azt mondta, jó kezekben van ez a szerszám, és nekem adja, úgyhogy így maradt nálam. Ő mennyit dolgozott ezzel? Hát ő körülbelül vagy 10 évet dolgozott vele, én meg lassan 50-et. Akkor már kiszolgálta az idejét. Na és akkor itt van egy fejfa, ugye? Igen, hát ez csak egy kicsi, úgyhogy ez a fejfa csak azért készül, hogy erre a himnusz első verszakát akarom felírni. És ki akarom állítani ide, nálunk a Kisháztornácára. És egyébként mindegy, hogy milyen fából készül a fejfa? Nem mindegy, mert ugye a tölgyfa az, ami mérvadó, mert ugye az akác is nagyon jó lenne, csak az akác ezen a vidéken nem nő meg ilyen vastagra, mint a tölgyfák. De hát a tölgyfáknak is, ami a temetőben megyen, lenni kell legalább 120-140 évesnek, hogy tehát legyen belőle egy komoly fejfa. Ugye, ha mennél fiatalabb egy fa, annál hamarabb elkorhad. Van két fiatal tanulóm, akik megcsinálják a fejfát már, de még a betűt nem tudják belevésni, úgyhogy a betűt még mindig én vésem. No, úgyhogy akkor itt van ez a darabfa, ami már elő van egy picit igen, készítve. Ki van nagyázva, csak még a simítás van háta. Tehát a simítást az legelőször báddal szoktuk készíteni, tehát mert ugye a gyalúnak sokat kéne még ugra levágni, de a báddal ugye a nagyját levesszük, annak, ami nem rávaló. És azt honnan tudjuk, hogy mi a nem rávaló? Látjuk. Csak ezt a vádot sajnos nem sok ember tudja használni. Miért? Mi a titka ennek a bádnak? Az, hogy tehát nagyon pontosan kell vele vágni. Úgyhogy meg látni kell, hogy mit kell levágni. És ezt hogy tanítja meg az ember a fiatalok? Hát a fiatalok már nem használnak bádot. Hanem már gyalulnak. Hanem ugye most már kézi gyalugép, motorfűrész. Tehát az a lényeg, hogy gépesítve van a fejfafaragás is. Úgyhogy úgy néz ki, én vagyok az utolsó fejfafaragó, aki még kézi szerszámokkal készíti a fejfát. Az utolsó mohikán. Csak van minden fejfán egy úgynevezett magyar bajusz, annak a kiformálására használják a vádot. Mert a magyar bajuszt azt nem lehet géppel megcsinálni, csak kézzel. Azt nem lehet. Jól látom, hogy ez egy K betű, mint korpás? Hát eddig 680. Van benne. Ezt akartam kérdezni, fel van jegyezve, hogy hányat készített. Igen, hogy 4 éve nekiültem, és akkor felírtam minden egyes embernek a nevét, akinek én csináltam a fejfáját. És csak Szatmár csekébe készít fejfákat? Vagy? Tulajdonképpen a temetőbe, hát azt lehet mondani, hát csak Szatmár csekébe, de van kivétel, akik Szatmár csekévé számoztak el, és ha hozzátartója azt akarja, hogy csekély fejfája legyen, akkor eljön, és akkor csinálunk neki egy fejfát. És mennyire időtálló egy ilyen tölgyfa fejfa? Hát egy tölgyfa fejfa a temetőben 35-40-45 évet, tehát a fától függ, hogy milyen idős volt a fa, tehát annyit bírnak ki. Az a lényeg az egésznek, hogy egyetlen egy fejfát nem dobunk el. Na, és akkor ezután mi történik ezzel a... Ezután, mikor ez készen van, tehát teljesen le van simítva, akkor belevágjuk a magyar bajuszt, majd a temetőben megmutatom, hogy néz ki. Legelőször lekenem, lemelolajjal.
a tövét a temetőbe, ami megyen, meg szoktam égetni. Mert mennél jobban meg van égetve a töve, annál nehezebben veszi magába a vizet. És mivel égetjük? Most már gázperzselővel, de ezelőtt szalmával. És ezelőtt még használtak a fejfa tövének a bekenésére úgynevezett marfavért is. Mikor a vágóhidon vágták a marfát, a vért megszedték, és a tövét abból kezelték le. A másik fontos dolog az az idő a fejfa készítésével kapcsolatban, nem? Hiszen meghal egy ember, és másnap, maximum harmadnap már temetik. Mondjuk nálunk úgy szokott történni, hogyha valaki itthon hal meg a faluba, tehát nem kórházba, akkor azt, ha ma reggel meghal, hónap után, de után temetjük. Olyan még nem történt, hogy temetéskor nem lett volna fejfaállítás. Tehát mindegy, hogy az embernek milyen munkája van, az fél kell tenni, mert a fejfája az elsőbség. Nekem volt olyan, hogy vágjátok a fát, meg kell csinálni a fejfát, mert holnap délután temetés. Hazahoztuk a fát, nekiálltam faragni, éjfélig faragtam. Utána lefestettem, reggel 4 órakor felkeltem, megírtam, de 7 órára menni kellett dolgozni. Tehát olyan is volt. Tehát aki vállalja, és ezért nehéz utazott találni. Tehát aki vállalja a fejfafaragást, ezt is vállalni kell vele, hogy mindegy, hogy milyen munkám van, mindent fél kell tenni. Tehát ezért az elsőség. Tehát ez az én monogramom. És van egy kedvenc betűm, amit az melyik? Nagyon szépen ki lehet formálni. Úgyhogy és én soha előre nem rajzolok ki betűt. Tehát itt van egy szép gépbetű. Ez a fél kör is az egy mozdulattal igen. ment, és ezt is végig egy mozdulattal. Tehát, hogy nem. Igen, nem szabad felvenni, hogy mert pontosan, hogy kanyarítom, hogy tekerem le. Azért kell bal kézzel írni. Mert hogyha jobb kézzel írom, ha fordítom, nem látom, hol fordul a betű. És egyébként jobbkezes tetszik lenni? Egyébként jobbkezes vagyok, és meg kellett tanulni bal kézzel írni, mert ha így ütöm, nem látom, hol fordul, de viszont így látom, hol fordul a betű. És minden fejfajónak meg lehet különböztetni az írását a temetőbe. Aki előtte írta is másképp írt, aki ő előtte írt, másképp írt. Most van unokaöcsém, aki már meg tudja írni, ő is másképpen írt, tehát minden embernek megvan a saját stílusa. Szerintem akkor elérkezett az ideje, hogy most kimenjünk a temetőbe és jó, megnézzük. Menjünk. Tudja Pista bácsi, szinte biztos vagyok benne, hogy tudja, hogy itt pontosan hány munkája van. Tulajdonképpen ebben a temetőben jelen pillanatban most 1250 darab fejfa van, ebből 680-at én készítettem. Nem lehet megunni? Szerintem nem, mert minden fa más, minden fejfa más, minden szöveg más, tehát ebben nem lehet beleunni. Aki szereti a szakmáját, szereti a munkáját, az nem unja meg. És Pista bácsi annyira szereti, hogy még most van is egy álma, hogy mit szeretnék. Hát nekem van egy álmom, én azt szeretném, hogy itt a temetőhöz vezető parkban csinálni 8 fejfát, 8 szatmárcsekei fejfát, és a fejfák a himnusz egy-egy verszakát elvésni, hogy mivel lejönnek a temetőbe, tudják elolvasni a himnuszt, mert sajnos találkoztam már sokszor olyannal, hogy nem ismerik a himnuszt. Pedig ez alapvető dolog, aki magyarnak vallja magát, meg magyar érzelmemben van, annak illene tudna a himnusz, nem csak az első verszakát, hanem mindet. Hogy ez a temető műemlék lehessen,
Ezt köszönhető Lakatos József tanárunknak, aki magyarországos tanár volt, ő jártak, hogy műemléken nyilvántják a temetőt, és akkor még kellett egy ember, aki elvállalja, hogy 25 évig viszi tovább ezt a hagyományt. A 25 évből november 6-án 50 év lesz. Akkor a 25 évet én írtam alá. Úgyhogy a temetőbe az egyik legrégebbi fejfa 1820-as volt, amit a 70-es évek elején elvittek Szentendrére a skanzenba. A másik legrégebbi fejfa itt van mellettünk, ez 1880-as. Ez a fejfa, a felső része még ugyanaz, a töve már többször volt cserélve. Az pedig 1887-es. Ez az élettörténelem ilyen olyan hatással van az emberre, hogy Pista bácsi el is vállalta ennek a felelősségét, hogy még műemlék maradhasson, illetve az álma is arról szólnak, hogy közelebb hozni, illetve felkelteni a figyelmet a magyar kultúra értékeire. Ennek köszönhető, hogy a magyar kultúra lovagjává is választották Pista bácsi. Igen, mert ugye a magyar kultúra lovagjai mind olyan emberek, akik 40-45-50 évig csinálnak valamit, ami maradandó. Tehát ami összefügg a magyar kultúrának a fennmaradásával. És nekünk van 706 tagunk a világon. Ezt úgy kell érteni, hogy Kanadától, Új-Zélandon keresztül, Norvégia, Szlovénia, Kárpátalja, Erdély, tehát minden itt vannak lovagtársaink. És ugye nekünk van Aranysapátéban egy lovagparkunk, és ott minden év, szeptember, hát majdnem utolsó szombatján, ott kopjafát állítunk a meghalt lovagtársaknak. Ez egy nagyon bensőséges ünnepség. Ugyanolyan, mint itt szokott lenni, január 22-e előtt lévő vasárnap, adják át a Kölcsei emlékplaketteket azoknak a művészeknek, akiket a Kölcsei Társaság méltónak tart a Kölcsei emlékplakett átvételére. Ugye az idén Zsigmond Erzsébet filmrendező kapta, tavaly Szörényi Levente, azelőtt Törőcsik Mari, azelőtt Ág István költő, aztán megkapta Jókai Anna, Kányári Sándor, Kalló Zoltán. Ha esetleg egyszer elveszne a lexikonom, akkor felhívhatom Pista bácsit, hogy ki az épp aktuális Sebessény Márta. Mi tartja frissen Pista bácsi emlékezetét? Árulj el, mert nekem ez még most sem megy így. Nekem, már most nem megy így. Hogy ilyen friss az emlékezetem, nagyon szeretek olvasni. Tehát egy jó könyvet nem adnék oda semmiért. Tehát engem azt tart frissen, hogy mindig olvasok. Érdekelnek a körülöttem lévő történések, a történelem érdekel, tehát engem ezt tart frissen. Meg a unokáim, meg a gyerekeim. Meg a feleségem. Meg a feleségem, hát az természetes, úgyhogy. Pista bácsi még a mai napig is aktív. Ácsként is. Igen. Most hogy van az, hogy 71 évesen, közel 72 már, ha jó Isten is úgy akarja, még fölmászik a tetőre és ácsol? Hát ez csak annak tató be, hogy nagyon szeretem a szakmámat. És ha megkérnek, és kihívást is jelent az a munka, egy szép, komoly munka, akkor szívesen megcsinálom. Fizikailag hogy lehet bírni? Hát Istennek az egészségem az jó, tehát egy gerincműtéten túl, de a lényege az, hogy szeretem csinálni. És van még más is a profilban, ahogy az előbb fogalmazott Pista bácsi, hiszen van egy kis foglalkozás is még, mert ajándéktárgyakat is készítenek, pluszban itt itthon van egy ilyen kis szuvenyíres fogadóház. Igen, hát az ajándéktárgyakat közösen készítjük, a feleségem kézimunkál, én meg ilyen faragott fadagokat készítek. Elég a nap 24 órája Pista bácsinak? Hát néha lehetne több is, de elég. És akkor itt van az a kis vendégház, kis ház. Mit kell erről tudnunk? Van itt minden, még lekvárok is, azt nézem. Tulajdonképpen ez a kis ház valamikor a szüleimnek a lakása volt. Ők laktak itt, és mikor meghaltak, ez üresen maradt. És hogy ne maradjon üresen, gondoltunk egyet, hogy csinálunk benne egy ilyen családi gyűjteményt. Összeszedtük a kézimunkákat, ilyesmit, ami a feleségem, édesanyám, anyósom kézimunkái, sőt a dédnagymamának is van egy 1900-as kézimunka.
utána jött az ötlet, hogyha már ezt a kis házat megnyitottuk, akkor úgyis lekvárokat készítünk, és akkor állunk benne lekvárt is. Úgyhogy egyik ötlet hozta a másikat maga után. És ez a picike kis szerszám, ez micsoda? Ez volt az első író szerszámom, amit az öregmestertől kaptam. Az ő 8 évig írt vele, az előtte lévő 40 évig, én meg vagy 42-ig. Tehát ez 90 éves. Nem is tudom, mit kívánjak Pista bácsinak. Mit kíván a magának még? További jó egészséget. Hát akkor én is azt kívánom. További azt jó kíván... egészséget. Én azt kívánnám magamnak csak. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kívánok örömet, derűt, boldogságot. Otthonodba békét, kertedbe virágot. Fejed fölé napot, csillagtengereket, köréd tiszta szívű, igaz embereket. Remélem, önöknek is olyan élmény volt ez a találkozás, mint nekem. Várom önöket a legközelebb is. A viszontlátásra!